Nem érdekelt, mit kell tennem, hogyan és miért. Nem akartam olyan középszerű lenni, mint az osztálytársaim vagy az ismerőseim, akik minden idejüket céltalan bulizással és fölösleges baromságokkal töltötték. Valami hiányzott belőlük. Valami, ami némelyekben megvolt. Sziasztok! Sziasztok, srácok! Sziasztok! Így kezdődik az a fiatalok által készített kisfilm, melyet a Szolnoki Tiszapart mozi, Rezonáns mozi elnevezésű projektje keretein belül a Szolnoki Városfejlesztési ZRT segítségével karolt fel. És aminek megalkotói egy tőlünk korán sem távol álló témát dolgoznak fel. Sziasztok, Nagy Dániel vagyok. Sziasztok, Kis Xavier vagyok, a Félmillió Szemper című film egyik rendezője. Maga a film témája az egy korunknak az egyik legnagyobb problémáját pedzegeti véleményem szerint, mivel a YouTube-os trendek elé állít görbetükröt. A film Nikolászról szól, aki egy átlagos kolumbiai fiatal, és aki számára így az élet által felkínált perspektívák nem annyira imponálóak, és emiatt ebből a bizonytalanságból igazából egy kitörési utat lát maga előtt, az online világot, a YouTube világát, és a történet folyamán azt követhetjük végig, hogy ez a világ, illetve Nikolász hogyan deformálja ez a világ, hogyan alakítja, illetve milyen irányba sodorja az életét. Egy olyan főhős mutat be a filmünk, aki tartalmakat készít, mindenféle tartalmakat készít a nézőknek különböző korosztályokban. Őt nem is érdekli tulajdonképpen, hogy kik nézik a videóit, ő számára csak az fontos, hogy legyen nézettsége és hogy hírnevet szerezzen. A mai videóm több szempontból is különleges. Ezek a tartalmak, amiket ő készít és amiket a néző elé tár, azok valójában nem állják meg a helyüket. És tulajdonképpen az ő felemelkedéséről és bukásáról szól ez az egész történet. A történet, illetve a script körvonalazódása során fontos volt számunkra az, hogy valami olyasmiről írjunk, amiben benne vagyunk, amiben hitelesek tudunk lenni, illetve a potenciális közönségünk számára is aktualitással bír. Úgy gondolom, hogy ezzel a YouTube világával mindkettőt telibe trafáltuk. Tulajdonképpen az ötlet az onnan fakadt, hogy rám szóltak a társaim, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan filmet, ami magáról a YouTube-ról szól, illetve ennek a negatív oldaláról, tehát a negatív oldalról közelíti meg az egészet. Én kicsit úgy voltam vele, hogy hát hozzám nem áll ez olyan közel, és hogy nem is szeretem ebben magam beleásni, én annyira nem is értek hozzá, és pont ez volt az a nehézség és a kihívás az egészben, ami miatt nekifogtunk az egésznek, mivel hogyha én is távol tartom magam az egész témától, akkor tulajdonképpen miért ne csinálhatnánk egy olyan filmet, ami pont az bizonyítja be, hogy miért tartom távol magam ettől a témától. Még soha ekkora stábbal nem forgattunk, ami egy nagyon jelentős szervezési feladatot rót ránk. Reméljük, hogy minél több emberhez eljut majd a történet. Nem feltétlenül olyanokhoz, akik szakmabeliek, hanem olyanokhoz is, akik teljesen akik úgy ülnek le a filmet megnézni, hogy igazából csak szeretnének egy jó filmet látni. A vetítésre szeretettel várunk mindenkit január 21-én a Tisza moziban. További információkat a mozi Facebook oldalán találtok. Ha esetleg lemaradnátok róla, a film a vetítést követően elérhető lesz a Rezonáns mozi YouTube csatornáján. Figyelj meg!